voltál. Leszajlott a húsvéti rajzpályázat eredményhirdetése a Magházban Tolnán. A kulturális központ mindig igyekszik feldolgozni valamilyen formában az ünnepeket, jeles eseményeket a gyerekek számára, mondja Józsa Jácink művelődés szervező. Legutóbb a népmese kapcsán küldhették be a rajzokat a kicsik, most pedig ugyanezt várták tőlük a húsvét alkalmával. Kartis Bori éppen azt mutatja, hogy ő az ujjait használja az egyébként első helyezést elérő alkotásához. Egy nyuszit. És miért a nyuszit rajzoltál? Hát mert mindjárt itt a húsvét. Van ajándék, tojások. Borihoz hasonlóan sokan választották a nyuszit. Egy nyulat, egy tojást és egy fát. Tojással. Több mint 150 rajz érkezett, helyi és járásbeli óvodákból, iskolákból. Három korosztályban díjaztuk a rajzokat, óvodás korosztályban, első-második osztályosok és harmadik-negyedik osztályosok. A téma szabadon választható volt, de a legtöbb gyermeknek hát a húsvét kapcsán a nyulak ragadták meg a fantáziáját, úgyhogy ennyi nyúl még soha nem volt itt a Magház folyosó galériáján, mint most. A zsűrinek, mint általában most is nagyon nehéz dolga volt, igen sokáig tartott, míg kiválasztotta a rajzok közül a nyerteseket. Versegi Ferenc fazekas, a népművészetmestere zsűrizte a rajzokat, és hát próbálta a vonalvezetést, a színeket, a formákat, ezeket nézte, hogy sikerültek a legjobban. Ezúttal is rajzolással kapcsolatos kellékeket nyertek a gyerekek, amelyekkel további szebbnél szebb alkotásokat tudnak majd készíteni, illetve húsvét alkalmából természetesen az édesség sem maradhatott el.